Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Most többnyire nyugodtabb napokat élhetünk meg, bár fokozódik az ünnepi készülődés, de például általában gyenge légmozgásra számíthatunk, és nem érkezik jelentősebb csapadék sem a hét nagy részén. Ma reggel sokfelé párásan, ködösen indul a nap, a nyugati részeken több a felhő, viszont napközben a középső és keleti részeken egyre inkább zsugorodik a rétegfelhőzet, szűnik meg a köd, így aztán ezeken a tájakon több-kevesebb napsütésben is lehet részünk, a Dunántúlon marad erősen felhős az ég, az Alpok alján fordulhat elő kisebb mennyiségben csapadék. Gyenge lesz a légmozgás, délután pedig 2-6 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán is ködös lesz a reggel, aztán napközben több-kevesebb napsütés még mindig valószínű, csütörtökön azonban egy hideg front észak felől eléri a térséget, viharos széllel, kevés csapadékkal, viszont ami inkább a lényeg, az az, hogy a hét második felében a front mögött már a sarkvidékek irányából érkezik fölénk hidegebb levegő, ezt főleg már vasárnap tapasztalhatjuk meg, ekkor a nyugati részeken is csökkennek a csúcsértékek, országszerte 2-3 fokra számíthatunk délutánonként. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!